9. helyet sikerült elérnem még az időmérőn. Majd utána rajtnál a Mekinen és a Bőziger összementek. A Bőziger neki ment a falnak, és ahogy visszapattant, pont bepattant elém, és a jobb hátsó gumiján az én bal első kereken fölpattant. Az egész kamionnal sem is fölrepültem a levegőbe. Ha minden igaz, akkor több méter magasra is talán. Majd ahogy landoltam, úgy 105 belkanyarodtam a betonfalba, mert már irányítatlan volt a kamion, és végül a célegyenes szinte végéig csúsztam a kamionnal. Hát szerencsére nagy gond velem nem történt. A lábam egy picit megsérült, de haramában. Remélem már rajta tudok állni. Sajnos az első verseny nem alakult jól, mert ugye egyrészt volt rajtnál a baleset, amiben sajnos a Berinek az autója oda lett. Úgyhogy az egy rossz dolog volt kapásból, és utána az újraindításnál ugye úgy döntöttek a versenybírák, hogy egy soros rajtban indulunk, ami jó volt nekem, mert tudtam, hogy legalább a rajtnál nem fog bajba keveredni, ami jó is volt. Aztán utána az első kanyarban tudott jönni, vagy az első körbe tudott jönni mögöttem a Johan, hát egy kicsit gyorsabb volt nálam. De viszont olyan előzési manővereket próbált meg, ami értelmetlen volt, hát főleg úgy, hogy ráadásul egyeztettünk a verseny előtt folyamatosan, hogy mit fogunk csinálni, és hagyjuk egymást élni, meg ilyenek. Ahhoz képest ő elképesztő agresszív volt, amikor meg a kettes kanyar előtt szintén közel volt hozzám, és szintén egy rossz előzési manővert próbált meg, és így megtolt az autóm hátulját, és így túltolt a kettes kanyar egyszerűen, engem teljesen túltolt, és én elvesztettem. 4 helyezést is talán. Aztán utána próbáltam visszajönni. Sikerült megelőznem az Adam Laszkót, aztán a Österreichet pedig a utolsó kanyarjába egy szintén kemény előzési manőverre visszavettem akkor még 3. helyet. Aztán ugye kiderült, hogy a Johan meg egy áthajtásos büntetést kapott, mert ő meg úgy előzte meg az elbeszétét, hogy levágott egy sikánt. És utána nem adta vissza a pozícióját, és ment tovább, és kapott egy áthajtásos büntetést, amit meg nem jött be letölteni. Tehát ugye a végén hozzáértek 30 másodperc az idejéhez, de így a Johan elvesztette az eszét, sajnos ezen a versenyen, azt kell mondjam. Remélem az Ákos nem haragszik meg érte. De tönkretett a versenyünket egyértelműen, az enyémet is, meg a sajátját, és a sajátját még sokkal jobban, mint az enyémet. Aztán a második versenyen meg 7. indultam. Elkezdtünk jönni fölfelé. Sikerült áthámoznunk magunkat, hogy a lassabbakon ott Franky és a zseniek volt egy kicsit lassabbak nálunk, ott feltartottak bennünket, miközben ugye a Johan az 5. helyről, meg ugye a René az 1. helyre el tudott menni. Úgyhogy mire följutottam, meg mire megelőztem az Österreichet másodjára és a második verseny, addigra már annyira elment a Johan és a René messze tőlünk, hogy az utolsó 5 vagy 6 körben próbáltam jönni, és a René-n behoztam egy ilyen 10 másodperc hátrányt kb. De nem volt már lehetőségem, pont a leintésnél értem utol oda közel hozzá. Úgyhogy sajnos nem volt lehetőség a második helyre feljönni, de végül is jó. Egy második, meg egy harmadik hely mai napon. Az azt jelenti, azt hiszem, hogy 22 vagy 23 pont a mai nap, ami jó sok pont.